Hadd adjam át a megafont egy másik civil politikusnak. Hatázik! Én nem megafonnak hívom, hanem Bömbinek a megafonnak. Nem a legjobb szó. Én egyetlen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, furcsa egybeesés. Néhány napja hallottuk, hogy ugye a kormány, ahogy kuncsorog a pénzekért, és próbál néhány dolgot megígérni, ugye adott valami 4 pontos javaslatot az EU-nak, és azt mondja, hogy innentől kezdve akkor ezt majd betartja. Az egyik pontra hívnám fel a figyelmet, azt mondta, hogy ezen túl nem lesz majd 1-2 nap alatt törvénykezés. És ezen túl majd társadalmi egyeztetések lesznek. Ezeket ígérgeti az EU-ba. Én nem tudom, hogy vannak-e külföldi újságírók. Remélem, hogy eljut ennek a kis akciónak a külföldre is a híre. De nézzék meg, hogy mennyire lehet nekik hinni. Tehát miközben Navracsics, ugye az egyik leggerinctelenebb fideszes, Navracsics ígérget az EU-ban, hogy mi majd mindent megfogunk és mindent másod csinálunk, és majd lesz egyeztetés, innentől kezdve pedig egy nap alatt fogadnak el törvényeket. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Ugyanakkor arra is, hogy én nagyon-nagyon köszönöm azoknak, akik itt vannak. 133-nál biztosan több, de nem biztos, hogy sokkal több, de sokkal bátrabb ember van itt. Azt is tudni kell, hogy ennyi emberrel az itt levő rendőrök, meg a környéken levő rendőrök el fognak tudni bánni. És ennyi embert érhet retorzió. Ezért különösen köszönöm azoknak, akik itt vannak. De az, hogy esetleg élőben nézik, mert szoktam nézni, nagyon sokan szokták nézni ezeket élőben, azoknak pedig azt mondom, hogyha több ezer ember lesz itt, vagy több ezer ember lenne itt, azokkal nem tud elbánni a hatalom. Annyi emberrel szemben nincsen retorzió. Ennyit szeretném. Köszönöm.